Hát otthonában is lesz keresni valójuk. Hámori kirúgása, pontosan Dubecet találta meg, majd már Horvát. Dvéri. Egy beadásszerű lövés, egy jó fejes, és centiméterek híja, Pálfi kis híján megszerezte a vezetést. Dvéri. Ez egy jó indítás, Pálfi. Egyből beadja középre, Horvát! 55. perc, Monyétól Horváth Ferenc labda útja, Dvéri. Horváttal egy ügyes kényszerítő, egy lövés mellé. Fél tucatnál tart már a Parmalát a szögleteknél, Monyi, és Hámori, mekkora szerencséje van, a kapufáról pattant a kezébe a labda. Wojtekowski nem figyelt oda, ebből indul Rósa. Ráviszi, nagyot esik. Hát! Bekő. Dvéri. Lábról lábra. Egy nagyon jó csel, Pálfi, és gól! Hát Pálfi megunta azt, hogy egyszerűen mindenki csak tovább teszi a labdát. Gondolt egyet, egy ügyes csel, és aztán kilőtte a sarkot. 65. perc, 1-0 arányban vezet a Parmalát. Bekő. Dvéri. 20 méter. Hú, de jól eltalálta. Egy Váci lehetőség az egyenlítésre. Vig küldi középre. Augustin. 1-1. Hát éppen azt ecseteltem, hogy egy esély az egyenlítésre. A váciak megragadták ezt az esélyt Augustin révén. 1-1 a második félidő 26. percében. Bekő. Rósával, jó az összjáték, visszakapja, gólhelyzet, és gól! Horváth Ferenc a gólszerző. Sakmat mondhatnám azt is a váci védelemre. Horváth Ferenc pedig beadta a mattot. 2-1 a második félidő 29. percében. Dubec. Zimmermann elveszti. Augustin. Megint helyzet. Kis híján becsapták Diszlült. Nagy Tibor beteszi, egy csúsztatás. Hát Augustin fejébe volt a második gól. Egyelőre ott is maradt.